nekünk az a problémánk, hogy hiába Gelénháza úgymond központi helyet tölt be a MOL szempontjából, de sajnos nekünk a külterületi ingatlan részünk nagyon minimális. És ezáltal azok az olajipari létesítmények, amik itt a környéken vannak, nekünk bevétel szempontjából nem forrás. De már olyan nagyobb... Igen, Nagy-Lengyel, Ormánra, Klickó-Vadomos hoz tartoznak. Hát ott vannak a nagyobb területű ipari igazán, nekünk ugye, igen, nekünk ugye hát a külterületi rész az szinte nincs is, táblától tábláig van Gelénháza. Tehát minimálisak, és ott vannak a igen, nagyobb tehát azon, igen, az igazán azok után, a MOL-os létesítmények után kapunk mi iparüzési adót, ami magában a faló területén belül található. Napi 12 méter hosszú, 120-130 cm mély árkot kellett kiásni. Vagy ez mikor... Kézzel? Meg lapátta. Ja, volt ilyen brigád, amilyen fog meg ilyen kemény izé. Hát abban az időben itt volt mennyi, vagy 12 ilyen brigád. Az 58-as, 50-es, 60-as években, akik hát ezt csináltuk. Akkor a kutaknak a vezetékei, tankállomásoknak a dolgai, fölszerelését végeztük. Tehát gyakorlatilag, amikor létesültek ezek az olajlétesítmények itt Gelénházán meg környékén is, akkor ilyen cső fektetett kezdettől abba dolgozott már. Igen. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy amit most elbontottak részben, azt még maga építette? Itt főgyűjtőn nem, mert ez már előtte megkészült. Ja, akkor már készen volt. Ő már a főgyűjtő azt mondja, hogy én melyikbe a 6-os, 8-as, 7-es tankállomásoknak a fölszerelésébe vettem részt, vagy hát építésébe. Innen csőszerelő csapattól átkerültem a kutjavítókhoz. Uh-huh. Ott kutaknak a üzembe állításával foglalkoztunk. Uh-huh. Aztán eközben, már mikor itt a kutjavítóknál dolgoztam, beiratkoztam a Nagykanizsai Olajipari Technikum levelező tagozatára. Uh-huh. És ezt hát a 4 év alatt sikerült elvégezni. Szájra kerültem, mint technikus, uh-huh. ami a kutjavítók munkájának a irányításával volt. Akkor már ilyen között. Akkor onnan, amikor a keretje lovászi széndioxidos termelés volt, hát a cégnél. Tehát amikor beindult egyáltalán a széndioxidos. Nem Nagy-Lengyelben, hanem csak Keretje meg Lovászi területén. Az a másodlagos kitermelés, igen, igen, igen. Akkor kerültem itt, át még itt Nagy-Lengyelben a technológiai osztályra.